a szárma összetevőit sorolja. Vizi Márta, a Szexárdi Vosinszki Múzeum régésze. Tojással, paprikával, borssal, ö, ugye hagyma is kerül bele. Ez a paradicsomos délvidéki étel nagyon hasonlít a sokak által ismert töltött káposztára, azonban a hasonlóság ellenére két külön ételről van szó. A szárma is helyet kapott a Népi Ételreceptek című gyűjteményben. A könyvben ugyanis az vápolók Szövetségének pályázatára beküldött legjobb munkák szerepelnek, amelyen a múzeum munkatársa országos harmadik helyezést ért el. Igazság szerint ez egy tanulmánygyűjtemény és receptgyűjtemény, mondhatjuk úgy, hogy szakácskönyv, nem a, kizárólag az én munkámat tartalmazza, az Anyanyelvápolók Szövetsége hirdet minden évben egy adott témában pályázatot, és én tavaly augusztusban olvastam ennek a pályázatnak a felhívását, és az volt a címe, mint a könyvnek is, hogy népi étel receptek. És valószínűleg, hogy azért maga a téma már elég régóta motoszkált a fejemben, hiszen a családunk nem egy faluból származik, az édesanyám a Tolna megyei kölesden született, ott élt a testvéreivel és hát a, a saját szüleivel. Az édesapám pedig itt ugye nálunk azt mondjuk, hogy túlsóféli, azaz fogtői volt, és egy találkozás következtében ugye összeházasodtak. És ugye minden egyéb folyamány mellett ez azt is jelentette, hogy hozták magukkal minden egyéb örökség mellett azt az örökséget is, hogy ki, mit és hogyan eszik. Ez ugye súlyosbodott, hogy idézőjelbe tegyem ezt a dolgot azzal, amikor én is megismerkedtem a férjemmel, aki még messzebbről származik ő a... Vajdaságban született, és a, a szüleivel ott élt, Budapesten járt egyetemre, de ugye szintén ez történt, hogy a házasságunkba hoztuk a saját hagyományainkat, vele együtt ezeket az ételkultúrákat is. Egykori népi hagyományban egyébként ezt az ételt a Kemencébe tették be, és a tulajdonképpen nem kellett rá vigyázni, hanem tudták, hogy mennyi idő alatt készül el, és nyugodtan lehetett addig mást csinálni. Nagyon sokszor így eszembe jutott az elmúlt évtizedek folyamán, hogy, hogy ki és mit teszik, és nyilván vendégségben így ettünk valamit, nálunk én egy másik fajta főzésmódot, használtam, illetve a saját maga étkezés kultúrája is változik az embernek, ahogy én jártam például egy adott állapot kapcsán, amikor is például a cukorról és mindenféle ilyen édesítőszerről le kellett mondanom. Ez ugye azzal járt, hogy, hogy természetesen végig kellett követni azt, hogy, hogy, mit, hogyan lehet megváltoztatni, mit fog tudni enni, de ez természetesen azzal járt, hogy így végig is gondolta az ember az összes ilyen felmenőinek a, a, meg az élete során addig megevett ételféleségeket is. És valahogy valószínűleg ez így motoszkált bennem, hogy, hogy ki, hol, hogyan, mit evett. És Ugye beszéltünk arról, hogy édesanyám ugye fiatalon hogyan járt a nagyanyámmal a sós ételek kapcsán. Én hasonló történettel szembesültem, amikor a délvidéken szármával kínáltak meg, aminek majdnem úgy nézett ki, mint a mi töltött káposztánk, de mégse egészen olyan íze volt. És tulajdonképpen ezeket a dolgokat végkövetve plusz az, hogy én kitől mit tanultam meg a főzés, sütés főzés rejtelmeiből egy-egy adott periódusban, állt össze így egy ilyen kis tanulmánykává. Vizi Márta azt mondja, óriási elismerés, hogy kiemelkedő helyezést ért el a pályázaton, azonban nem ez a legnagyobb öröm számára. Ebben a kis tanulmányba bekerült az édesanyám története, bekerült az, hogy a az apai nagyanyám eh, hogyan készítette a eh, keltésztát. Ma is előttem van, ahogy a eh, tálba bekészíti, beleüti a tojást, hozzáteszi a zsírt, és, és veri kézzel, amíg eh, hólyagos nem lesz. Ugyanezt láttam anyósomnál, aki ugye a délvidéken eh, élt, és az ottani eh, dolgokat eh, csinálta, és én láttam, amikor náluk voltunk, hogy ez hogyan ment. Láttam még, hogy hogyan kell kemencében sütni, főzni, mert egy időben még abban is főztek. Számomra igazából ez jelent nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy, hogy ebben a kis kötetben, ebben a kis tanulmányban őket, akik már nincsenek velem, de a tudásuk, az az ismeret, az ételkészítésben, most ebben az esetben az ételkészítésben lévő ismereteik, ezek velem vannak, és ha egy-egy ilyen ételt csinálok, akkor tulajdonképpen fölidéződik a édesanyám, fölidéződik a anyósom, eszembe jutnak a délvidéki rokonok. Tehát velem vannak, és azt gondolom, hogy ez a borzasztóan fontos, és minden bizonyal az Anyanyelvápolók Szövetségének is a téma kiírásával ez volt a célja, hogy ezeket a hagyományokat őrizzük meg, és próbáljuk föntartani, emlékezzünk vissza arra, hogy hogy milyen ételeink voltak, ezeket hogyan tudjuk beilleszteni a mai étkezési szokásainkba. Azt gondolom, hogy ez nem okoz különösen nagy problémát, hiszen mondjuk az ételek nagy részét hasonló módon készítem ma is, ahogy az édesanyám, a anyósom, ahogy a nagyanyám, és a, ugyanúgy a. Nagy nagynéném, például a Kölesdi nagynéném, akinél elég sokat voltam gyerekkoromban.